Üdvözlök mindenkit, az én nevem Olejnyi Katilla, és ez a mostani felvétel azért készül el, mert néhány nappal ezelőtt részt vettem a Foto Expo-n, tartottam ott egy előadást. Az előadás témája az volt, hogy a fotográfusok hogyan tudják a mindennapi munkájuk során használni, főleg ugye retusálásra, a digitális rajztáblájukat, és ennek az előadásnak hatalmas visszhangja volt. Nagyon sokan odajöttek utána a pavilonunkhoz, és nagyon sokan vásároltak is digitális rajztáblát. Úgy általában úgy tűnt, hogy nem nagyon tudnak arról a fotósok, hogy milyen lehetőségek rejlenek egy ilyen táblában, ami eléggé elszomorító, úgyhogy ezen szeretnék most változtatni. Semmiképpen nem szeretnék száraz szakszövegkel traktálni senkit, úgyhogy rögtön belevágok a közepébe, és egy bejelentést fogok tenni, vagy inkább megállapítást. Most azt állapítom meg, hogy a képfeldolgozás forradalmának a kezdetén járunk. És ez azért merész dolog ezt így kimondani, mert a Photoshop, ugye, ami maga a képfeldolgozás, az 2 év múlva 30 éves lesz, de az a helyzet, hogy én most valami egészen másról beszélek. Maga a számítástechnika alakul át a szemünk előtt, és az érintőfelületek, meg persze a virtuális valóság térhódításával a beviteli eszközeink meg fognak változni. Az egészen közeli jövőről beszélek, ha megnézitek, minden komoly hardware gyártó, a Lenovo, a Samsung már előrukkolt a ceruza alapú eszközeivel, legutóbb ugye a Surface durrant elég nagyot, ami a Microsoftnak a márkája, és természetesen az almás gyártónak is van ilyen eszköze, és ezzel együtt a Photoshopban is egyre komolyabban integrálódnak a 3D-t támogató funkciók, hogy mást nem mondjak, az a 2015-ben bejelentett vágy, mi szerint a 2D-s fotóinkból 3D-s modelleket készít majd az Adobe Photoshop, az úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, valószínűleg már nem idén, mert a most novemberi frissítésben már nem volt benne, de valamikor a jövő év elején ez bele fog kerülni a Photoshopba. Nem szeretnék ennyire a jövőbe tekinteni, én magam is csak a dolgok aktuális állását látom, és jó sem vagyok, de az irány, ami kiegészülve a jelenlegi trendekkel, alapvetően abba az irányba mutat, hogy bejárható és felidézhető pillanatképek lesznek, ez pedig a fotózásnak, vagy a egyik ágát, vagy magát a fotózást akár át is alakíthatja, és ehhez az átalakuláshoz mindenképpen új perifériák kellenek majd, és itt jön képbe a digitális rajztábla. Erről fogok most beszélni, de előtte még egy kis kitérőt szeretnék tenni, ugyanis az előadásnak a legelején megkérdeztem az ott ülő, hát közel 100 embert, hogy hányan használnak Wacom táblát, és összesen 2 tették fel a kezüket. Ez eléggé rossz arány, amin szerintem változtatni kell. Elképesztő lehetőségek rejlenek fotósok számára ezekben a táblákban, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megismerni. Mindenek előtt egy kis történelem. A Wacom technológiája már kiforrott, a gyártó évtizedes múlttal rendelkezik, 1983 óta jelen van a piacon, ez elég sok idő. Mára a belépő szintű modellektől kezdve a professzionális stúdiótechnikáig mindenhol ott tud lenni. Mi egyébként retusálásra már régen ajánljuk a Wacom tábláit, és nem csak mi, mint cég, hanem én, mint magánember is, mert hiszek benne, hogy a toll maga, amit a kezünkbe tudunk fogni, sokkal természetesebb és szabadabb munkát tesz lehetővé, mint az egér, amit ugye markolni kell. Minden előadásomban egyébként ezt elmondom, most is el fogom mondani, szerintem 2016-ban a Wacom táblák használatát iskolában kéne tanítani, nem csak azért, mert nagyban fejleszti a kreativitást, és ráadásul izgalmas is a gyerekeknek, hanem azért, mert ezek a táblák, illetve azok a 2 és 3D-s eszközök, amik majd ezeknek a tábláknak a koncepciójából fognak kinőni, ezek a közeli jövő meghatározó perifériái lesznek. És az, hogy mi a közeli jövő, az egy meglehetősen képlékeny dolog, de erre majd még visszatérek a előadás végén, be fogok mutatni valami csodát, ami nemrég jelent meg. Aki komolyan veszi egyébként a retusálást, már így is legalább egy gémelegelet használ, mondjuk 600 vagy 1200 dpi is, precíz, nagy felbontású, ergonomikus a kialakítása, tehát jó tartani. Ami jó, csak hogy
Gamernek lenni viszonylag drága mulatság, ezzel szemben a Wacom egyáltalán nem az. A belépő szintű modell, ami egy Intuos SS tábla, de a ceruzán kívül már új érintéssel is kezelhető, az körülbelül egy belépő szintű rossz minőségű gamergérában kapható meg, úgy 30 ezer forint körül van, és jár hozzá egy ajándékszoftver, ami nagyjából ugyanezt az értéket képviseli. A fotósoknak szánt Intuoshoz például egy Corel Paint Shop Pro jár, ami egy méltatlanul kevésbé ismert szoftver szerintem. Ezzel szemben az egérnek van még egy nagy hátránya, ezt azért muszáj kimondanunk, mégpedig az, hogy az elmúlt 56 évben, mióta Douglas Engelbart feltalálta, az elvét tekintve gyakorlatilag semmit nem változott. Megmaradt az, ami volt, ezt meg is mutatom. Egy ilyen pointer. Pontosan ugyanúgy néz ki, hogyha megnézzük ezt a képet, és összehasonlítjuk azzal az egérrel, ami az asztalunkon pihen, gyakorlatilag nem nagyon látunk különbséget, azon kívül, hogy ugye ez még fából készült, és kocka alakja van. Ezzel szemben a toll, egy jóval régebb óta használt eszköz, gyakorlatilag az életünk része, kicsit jobban, mint az egér, ergonomikusabb, pontosabb munkát tesz lehetővé, és azt nem lehet rámondani, hogy nem újul meg, időről időre megújul, most is elég csak bemenni mondjuk egy mobiltelefon szaküzletbe, vagy ráguglizni arra a szóra, hogy stylus, és meglátható, hogy mi az, amivé a mindennapos toljaink váltak. Az pedig, hogy a fotósokhoz még nem jutottak el az ilyen digitális rajztámlák, az azért van, mert Magyarországon, és ezt hangsúlyozom, mert ez egy tipikusan magyarországi dolog, Magyarországon az az elterjedt gondolkodásmód, hogy ilyen típusú táblákat grafikusok használnak, akiknél az a természetes, hogy amikor rányomják a ceruzahegyét a papírra, akkor az vastagabban fog, és valóban úgy kell vadászni az olyan videókat, főleg a magyar nyelvi videókat, arról, hogy fotózáshoz hogy kell használni egy ilyen táblát. És ezt kiegészítem még azzal, hogy egy ehhez hasonló előadáson nagyon nehéz bemutatni azt, hogy hogy működik együtt a Photoshop és egy ilyen termék. Az előadó rendszerint elmegy mondjuk a retusálás, meg az arfa csatornák, meg a maszkolás irányába, mutat valamit, aminek a nézők alig hanem örülnek, hiszen tanulnak egy újabb dolgot, csak hát pont az eszköz szerepét nem tudja bemutatni. Úgyhogy ez most nem így lesz, én úgy készültem a demókban, hogy ne így legyen. Felírtam három szót, amik kiemelik a kapcsolatot a fotózás és a vakomozás között, ezek a következők, gyorsaság, precizitás és érzékenység, és ezt a három szót fogom bemutatni, úgymond demonstrálni számotokra. A gyorsaságot azért választottam, mert ez az egyik legfontosabb ismérv, nem elhanyagolható ma már az, hogy milyen sebességgel dolgozunk. A precizitás az azért, mert egyszerűen muszáj azt megmutatni, hogy olyan mértékben, precízen, könnyedén lehet dolgozni egy ilyen ceruzával és rajztáblával, ami szinte elképzelhetetlen egy egérrel, és az érzékenység pedig azért, mert a fotósok számára ez az az ismérv, ami képbe kerül, és ez az, ami nem csak hogy szinte lehetetlen egy egérrel, hanem valójában egérrel megvalósíthatatlan. A demonstrációt egy Adobe Photoshop CC-vel fogom majd megtartani, de egyébként a Lightroom ugyanígy tudja, legalábbis az ecsetek terén ugyanezeket a dolgokat, amiket most mutatni fogok. Az első dolog, tehát a sebesség legyen, a gyorsaság. Gyorsan átváltok a Photoshopra, és itt van egy szeplős arc nevű fájlom, és kiválasztok valamiféle olyan ecsetet, ami ilyen kijelölő ecset, és minden fotós használja a retusáláshoz. Ugye ezzel ilyen szeplőket lehet eltüntetni. Én csak firkálgatok. Ceruza van a kezemben, és bemutatom azt, amit egérrel szinte lehetetlen. Gyakorlatilag 2-3 szeplőt tudok lefirkálni annyi idő alatt, amíg az egérrel az egyiktől a másikig navigálnék csak. Azt is be fogom mutatni, hogy ez nem csak így működhet, hogyha most itt átváltok például a Fold eszközre, akkor pontosan ugyanígy tudok vele dolgozni. Kijelölöm, elhúzom, kijelölöm, elhúzom, haladok, megyek a következőhöz, haladok, megyek a következőhöz. Ez az a
a sebesség, amit hogyha valaki egérrel tud nekem reprodukálni, hát azt legalább meg fogom tudni tapsolni. Nézzük akkor tovább, nézzük meg mondjuk most a precizitást. Nem kell talán elmagyaráznom azt, hogy a finom motorikus mozdulatok mennyivel inkább tollfogásra vannak tervezve, mint egér mancsolásra. A tollal egészen apró csukló mozdulatokat is kivitelezni tudok, vagy az ujjakat egészen finoman tudom mozdítani, ami nagyon segíti a munkámat, illetve nagyon hátráltatja, hogy egérrel ezt nem tudom kivitelezni. Mondok erre egy példát, van egy nagyon kiváló funkció az új Photoshopban, ennek az a neve, hogy kijelölés és maszkolás, és az a lényege, hogy kész eszközöket kapunk arra, hogy írtó gyorsan tudjak dolgozni kijelölendő felületekkel. Ez tökéletes, csak ezzel az az egy baj van, hogy vannak olyan területek, amik egy kis baleset áldozatául fognak esni. Például itt nem tud a Photoshop különbséget tenni a lány nadrágja és a steak között. Ilyenkor javításra van szükség, és ilyenkor a legegyszerűbb az, hogyha az ember fogja a kijelölő eszközt és kivonja ezt a területet úgy, ahogy van. Kész is, és hogyha most átmegyek mondjuk pauszpapír nézetre és ránézek erre a kijelölésre, akkor talán még nem lesz tökéletes, de jóval kevesebbet kell majd vele dolgoznom, mint egyébként. Ugyanezt Pepitában meg tudom mutatni még egyszer, bár most már haladnék a következő funkció felé, csak ezt még lemégsemezem. Itt van ez a láncok JPG. Tehát, ha szeretném kijelölni, bármilyen kijelölő eszközt választhatnék, én most a mágneses lasztót fogom választani, mert egyszerűen ez az a intelligens eszköz, amit a legjobb használni a tollal. Gyakorlatilag nem is nagyon kell odafigyelni arra, hogy mit csinálok. Egészen gyorsan körbe tudok szaladni a kijelölésemmel. Sokkal gyorsabban, mint egérrel. És amikor végeztem vele, egyszerűen csak összezárom. De ezen a képen nem ezt akartam mutatni, hanem a sötétítést. Ebben az esetben egy ecsetet fogok használni, egy sötétítő ecsetet. Jól látható, hogy milyen hatalmas ecset van kijelölve, hogyha most ezt átváltok egérre, hogyha most ezzel a sötétítő ecsettel ide pöttyölök egyet egérrel, akkor jól látható, hogy ez egy szép nagy területet telibe fed nekem, hát ez nem túl ideális, főleg azért, mert én csak a láncnak bizonyos területeit szeretném megsötétíteni. Most elkezdek sötétíteni tollal, és talán látszik, hogy mennyire precízen tudok dolgozni. Ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy tollal a nyomásérzékenységnek köszönhetően bármekkora ecset is van kijelölve, egészen vékony vonalat is tudok húzni. Meg tudom tenni azt, hogy vékony vonalakkal dolgozom, illetve meg tudom tenni azt, hogy vastagabbakkal. De hogyha mondjuk átmeneteset szeretnék, akkor az is kivitelezhető, hogy elindulok egy vékony vonal irányából, és folyamatos nyomással növelem az ecsetnek a méretét. Így. Ezt biztosan nem lehet egérrel. Itt azt kell tudni, hogy az a maximális méret, amekkora a kijelölt ecset, és a minimális pedig az, hogy mennyire finoman tudjuk hozzáérinteni a tollat a táblának a felületéhez. Nagyon jó így dolgozni. Szóval az ecsetek azok nem csak így tudnak működni, meg fogom mutatni, hogy hogy működik még egy ecset. Átmegyek ide a leopárdomra, és azt mondom, hogy kijelölök, mondjuk veszek egy kijelölő eszközt először, pecsételővel fogok dolgozni, kijelölök egy apró részt a leopárd bundájából, majd elkezdem retusálni a túloldalra, úgyhogy nem nyomom rá az ecsetet a felületre. Azt látjátok, hogy egészen vékonyan tudok dolgozni, majd amikor egy kicsit elkezdem nyomni a ceruzát a tábla felületén, akkor ez egyre erősebben fog látszódni.
gyakorlatilag szinátmenetesen tudok pecsételni egyik oldalról a másikra. Ez mondjuk szemkörnyék alapozásnál, vagy egy ajak kiemelésénél nagyon-nagyon könnyen megy. Nem kell folyamatosan váltogatni az ecsetnek a opticitását, mert ezt a nyomásérzékenység segítségével automatikusan tudom állítani. És hogyha már itt tartunk, akkor szeretnék még valamit mondani. Minden vakumtábla gyakorlatilag teljesen testre szabható. Hogyha rákeresek a vacuum driverre, és azt elindítom, akkor azt látom, hogy a különböző opciókat, tehát magának a táblának, illetve a tábla funkcióknak a gombjait testre tudom szabni. Hogyha akarom, akkor megteszem azt, hogy ide fölülre a tollon található felső gombra mondjuk beállítom a Pan and Scroll-t, ide alulra pedig mondjuk az Alt-ot, és innentől kezdve hozzá se kell nyúlnom a képernyőhöz, hogyha retusálni szeretnék, mert egyszerűen megnyomom a gombot, ami a tollon magán található, és arrébb viszem a felületét az egész vászonnak, majd pedig veszek egy újabb mintát mondjuk innen a szeméből az állatnak, és ezt átretusálom erre az oldalra. Természetesen a több szoftvert használok, mondjuk Corel Draw rajzoláshoz, Lightroom-ot retusáláshoz és Photoshop-ot is retusáláshoz, akkor megtehetem azt itt a driveren belül, ha nem csuktam volna be, de most azért megmutatom akkor is. Hogy fölvettem az application sorba például a Photoshop-ot, aminek beállíthatok külön funkciókat, és minden másnak szintén beállíthatok külön funkciókat. És ugyanígy egyébként magának a táblának az alapvető tulajdonságait is meg tudom határozni, például tanítható kézmozdulatokkal el tudom érni azt, hogy amikor néhány ujjal hozzáérek a képernyőhöz, akkor mi történjen. Egy dolgot még muszáj ezzel kapcsolatban elmondanom. Ezeket a táblákat legalább olyan nehéz megszokni, mint amikor az ember először fogott tegeret, tehát ez egy néhány órás kemény munkát jelent. Ugyanis van egy átmenet a tábla használata és a tábla egérként való használata között. Egérként úgy használja az ember a táblát, hogy nagyjából 2-3 mm-rel elmozdítja a tollhegyet a képernyőről, és ilyenkor nagy mozdulatokat tud tenni, mert a tábla teljes felülete az lefedi a képernyő teljes felületét. Viszont abban a pillanatban, amikor elkezdek rajzolni vagy dolgozni bármit a képernyőn, akkor már is ceruzaként viselkedik a ceruzám, és onnantól kezdve, attól a pillanattól kezdve egészen pici, apró mozdulatokkal tudok csak dolgozni, és hogyha egy kicsit túlszalad a kezem, akkor már is kész a baj, óriási vonalat húztam. Tehát amikor a táblához ér, akkor már kattintok is, és abban a pillanatban, ahogy kattintani szeretnék mondjuk egy menüre, nem szabad a táblához érni a ceruzának. Egyébként még a kattintásról annyit el kell mondanom, hogy a szimpla kattintás az magához a táblához érintés. A dupla kattintás viszont úgy működik, hogy az ember egy kicsit tovább hagyja a táblán a felületét a tornak egy bizonyos helyen, és amikor ez a kör itt körbe szalad nekem, akkor jön elő a kontext menüm, tehát olyan, mintha az egérnek a jobb kattintását venném elő. Itt kell megjegyeznem, hogy a Photoshop egyébként nagyon segítőkész partner abban, hogy együtt dolgozzon egy vacuum táblával, és itt most nem csak arra gondolok, hogy az egyes eszközök kiválasztása az konkrétan hozzá van rendelve a tábla egyes funkcióihoz, hanem például arra, hogyha mondjuk lenyitok itt egy ilyen
Hát én nem is tudom, pillanat, mondjuk itt a opticitást, akkor ezek a kis szenzorocskák, ezek úgy vannak kialakítva, hogy tollhegyjel tökéletesen könnyen lehessen őket változtatni, vagy mondjuk, hogyha egy ceruzának a, illetve magát az ecsetvonást szeretném módosítani, akkor ezt is megtehetem tollhegyjel viszonylag könnyen, mert maga az eszköz a Photoshopon belül úgy van megtervezve, hogy kifejezetten szeresse a digitális rajztáblákat. Hát ez van Hello 2016. A táblák, most egy kicsit a táblákról beszélek, a táblák egyébként különböző csomagokban érhetőek el. A toll és a tábla az minden esetben alapkellék, és az egyes termékcsaládok egyébként a méretükben és a tudásokban különböznek. Mindenképpen el kell mondani, hogy a belépő szintű Intuos termékcsalád például csak 1024 szinten nyomásérzékeny, de fotóretusáláshoz ez egyébként bőven elég, és nem dőlésszögérzékeny, ami viszont nem is feltétlenül kell fotóretusáláshoz. Ezeken a készülékeken 4 darab tanítható gomb van, illetve egy gombbal lehet bekapcsolni ezen kívül az érintésérzékenységet. A vakum elképzelései szerint ezek a táblák különböző csomagokban kaphatóak, van belőlük MS és SS méret, ami gyakorlatilag lefedi az összes olyan tevékenységet, ami ilyen táblával elvégezhető. Vannak kifejezetten rajzolásra szánt, közepes méretű táblák és retusálásra szánt SS méretű táblák, ez a Intuos Photo, és ez az a termék, amit már mondtam az előadás elején, ehhez van egy PaintShop Pro ajándékba. A többi termékhez másmilyen szoftver jár ajándékba, a 3D-s MS méretű táblához például egy Zebrás vagy Manga Studiót lehet kapni még hozzá, tehát különböző szoftver, ajándékszoftverek vannak. A következő termékcsoport a már professzionális felhasználásra szánt Intuos Pro. Itt már 2048 szint a nyomásérzékenység, és belép a képbe a dőlésszögérzékenység is, ugye az az, amit az előbb itt megpróbáltam demonstrálni, hogyha elfordítom a táblát, én most egy Intuos Pro táblán dolgozom, akkor látszik a bal felső sarokban, hogy a toll egyébként fordul együtt a kezemmel. Itt ez már érintésérzékeny is, illetve ebből is van érintésérzékeny változat, és van belőle L-es méretű, ez nagyjából A4-es méretet takar, viszont ezek a készülékek még nem olyanok, hogy a képernyő rajta van a táblán, hanem a tábla egy fekete felület, és a képernyő az máshol helyezkedik el. Ezt is viszonylag nehéz megszokni, kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor zongorázni tanul az ember, más csinál a kezével, és máshová néz, ugye kezével zongorázik, és a kottát bámulja. Ugyanez a helyzet, ezt meg kell szokni, nem egy annyira ördöngös feladat, amint látjátok, én vagyok az élő példa arra, hogy ezt meg lehet tanulni. Ami ezután jön, az már a stúdiószint. Ezek a szintik táblák különböző méretekben kaphatóak, egészen picitől 13-astól egészen nagyig 27-esig, és azon túlmenően, hogy ezek ilyen kalibrálható monitorok, itt már magán a képernyőn rajzolunk, hatalmas dögök egyébként, hogyha valaki próbálta a standunkon, az érezte ezt, óriási élmény egy ilyennel dolgozni, mindenképpen ki kell próbálni, hogyha nagyon-nagyon szeretnétek kipróbálni, akkor meg tudjuk beszélni, be lehet jönni hozzánk az irodába, van ilyen táblánk, úgyhogy kipróbálható ez az élmény. És az utolsó kategóriát képviseli a Cintiq Companion 2 táblagép, egyelőre. Ezek minden tudnak, amit a nagyok, sőt, cserében viszont hordozhatóak is, és a beléjük épített hardware az aktuális trendeknek megfelelően hatalmas, óriási, egy kisebb erőmű tulajdonságaival rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az irodánkat és a rajztáblánkat bármikor, bárhová magunkkal tudjuk vinni. Egész jó az akkuideje, viszonylag jó a tolla, és gyakorlatilag minden tud, amit a Cintiq, csak kisebb. És a Bakum ezen kívül meg egy csomó minden gyárt, például egereket, meg mindenféle ilyen wireless kiteket, hogy ne függjünk a kábelektől, amik összekötnek minket a eszközeinkkel. Ezekre most nem térek ki külön, hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan megnézheti a vakuminfo.hu-n. Amit viszont már mondtam, hogy, mert az előadás elején, vagy a felvétel elején említettem azt, hogy a jövő, így, az most teljesedik ki, amikor megnyomom ezt a gombot, ugyanis az történik itt, hogy megjelent november elején a Wacom Mobile Studio Pro, ami elképesztő dolog.
Nem csak azért, mert óriási, tehát van belőle 16 colos is, meg 13 colos is, hanem azért, mert elképesztő a hardverezettsége. Tehát ez gyakorlatilag egy csúcskategóriás PC, tehát egy mai csúcskategóriás PC, jól látható egy Core i7-es processzor van benne, Intel processzor, fel van szerelve 16 giga RAM-mal, van benne egy 512-es SSD, 6 órás akkuüzemideje van, tehát ez se semmi, bárhová magunkkal lehet vinni, ehhez képest maximum 2 kg, tehát egészen könnyűnek mondanám, és amit még adnak hozzá, az egy továbbfejlesztett pen, egy Creative Stylus 2, ami 8192 szinten nyomásérzékeny, gyakorlatilag mindenben beri a Microsoft Surface-t a háttértáron kívül. És ezen kívül még azt muszáj elmondani róla, hogy ráadásul a kijelző az Adobe RGB szín kompatibilis, ami azt a színhűséget teszi lehetővé, hogy amit tervezünk, az pontosan ugyanúgy fog kinézni a kijelzőnkön, mint amikor kijön majd a nyomdagépből. Ez ugye a fotósoknak is fontos. Ezen kívül muszáj még egy dolgot megemlíteni a Mobile Studio Pro-val kapcsolatban, az pedig, balra mindjárt lehet látni, ez az Intel RealSense technológia. Ez azt jelenti, hogy egy beépített, gyakorlatilag 3D-s kamerarendszer van ezekben a készülékekben. Megtehetem azt, hogy fölemelem és leszkennelek egy embert, és utána a fotóból készített textúrát ráhúzom, és már is készen vagyok egy 3D-s modellel, de akár azt is megtehetem, hogy egy területet szkennelek levele, és utána bejárom virtuális valóság szemüveggel, és még ezer más dolgot. Hogyha érdekel valakit maga a technológia, akkor az Intelnek az oldalán meg lehet nézni a hozzátartozó dolgokat, és a hozzá letölthető ingyenes szoftvereket. Egyébként nem csak ingyenes szoftverek vannak hozzá, hogyha valaki vásárol egy Mobile Studio Pro-t, az egy eléggé drága Artek 3D szoftvert kap, amivel ezeket a 3D-s modelleket tudja szerkeszteni. Azt tudnotok kell, hogy ez a dolog még annyira új, hogy pár nappal ezelőtt jutottunk hozzá, nagyon sok tapasztalatunk nincsen róla, de lesz róla írás a software.hu portálunkon. Végezetül egy kis elcsatangolást engedjetek meg, ugyanezt megengedtem magamnak az előadáson is, úgyhogy itt is el fogom mondani. A harmadik év az, hogy megjelentem a Photo Expo-n, de az első, hogy előadtam, de van némi rálátásom a szakmátokra vagy a hobbitokra, mert a feleségem az esküvői fotós volt, úgyhogy nagyjából 10-15 éve ezt a nagyszerű dolgot figyelemmel kísérem, és azóta alapvetően kívülálló vagyok. De most azt látom, hogy ti fotósok nagyon-nagyon szerencsések vagytok a vakon felhasználásának a szempontjából. Elmondom, hogy miért, illetve felsorolok néhány dolgot, hogy miért gondolom ezt. Először is az van, hogy van egy ilyen helytakarékosságra való törekvés a fotósokban. Nagyon sok fotósnak láttam a asztalát, mert kapcsolatba kerültem a munkám miatt velük, és annyi minden van rajta, hogy elképesztő. Tehát ott vannak ilyen hatalmas CD-tornyok, meg mindenféle hordozható Winchesterek. Hát egy 5 forintos nem tudnék leejteni, hogyha nagyon akarnék. És hát az a helyzet, hogy egy ilyen táblával, hogyha jól van beállítva, akkor ki lehet váltani az egeret, és részben ki lehet váltani a billentyűzetet is. Úgyhogy ez a helytakarékosságra való igényetekhez éppen idúmolni tud. Főleg ezek a kisméretű táblák, amik nagyjából akkorák, mint hogyha az ember két tenyerét egymás mellé tenni. Másrésztről pedig ott van az, hogy a grafikusokkal szemben a fotósok elsősorban ilyen repetitív, folyamatosan ismétlődő munkát végeznek, mondjuk retusálásnál. Mivel nem kreatívban utaztok, rengeteg olyan része van a munkátoknak, mint amilyen a pecsételő eszköz, és ugyanebből a okból kifolyólag aztán rengeteg billentyű kombinációt használtok, amiket a vakom táblákra föl lehet meppelni, így aztán nem kell hozzányúlni a billentyűzethez sem. Megtehetem azt, hogy az egyik billentyűhez hozzárendelem az altot, a másikhez a kontrollt, a harmadikhoz a space-t, a nagyítás kicsinyítés funkciót, és hogyha a legtöbbet ezeket használom, akkor innentől kezdve nem kell nekem a billentyűzet magához a retusálásnak a folyamatához. Ugye ez volt az a dolog, amit megmutattam nektek az előbb a driveren keresztül. Az, amit megmutattam, az tört része annak, amit be lehet állítani, úgyhogy mindenképpen érdemes kipróbálni, hogyha más nem csak azért, hogy töltsetek le a drivert és nézzétek meg, hogy mit tud. Persze elsősorban nem ezért gondolok benneteket szerencsésnek, hanem azért, mert éppen ezek miatt, amiket itt felsoroltam, én azt gondolom, hogy egy fotósnak nem szükséges egy drága tábla. Egy fotósnak bőven elég a belépő szintű tábla, az, amelyiken 4 gomb van, esetleg lehet már újjal is dolgozni rajta, ugyanis
Ugyanis ezek a dolgok, amiket most felsoroltam, abban valósulnak meg. A négy gomb az kiváltja a négy legfontosabb funkciót, amit nagyon muszáj azt esetleg ilyen gesztúrának, új gesztúrának föl lehet venni. A tollra van két plusz gombunk, oda is föl lehet venni plusz funkciókat, és onnantól kezdve az ember vesz egy 30 ezer forintos terméket, leteszi az asztalára, félreteszi az egeret és a billentyűzetet, és ráadásul, mivel nem kell a nagy, hosszú, egyenes vonalakat húzogatni, hanem folyamatosan csak kis helyen kell dolgozni, ezért a megszokási idő is jelentősen fölgyorsul. Én azt gondolom, hogy egy grafikus mondjuk pár nap alatt tud megszokni teljes mértékben egy ilyen táblát, egy fotós pedig a munkájánál fogva néhány óra alatt meg fogja tudni szokni ezt a táblát. Úgyhogy végszóként csak annyit mondok, hogyha valakit érdekel ez a tábla, és még nem győztem meg eléggé, akkor telefonáljon be a Trans Europe Kft-hez az irodába, bármikor van benne demotáblánk, akkor bármikor be lehet jönni és ki lehet próbálni ezeket. Azt gondolom, hogy ma mindenképpen megéri már egy ilyen táblát beszerezni. Hogyha nem is szokja meg az ember azonnal, akkor is nagyon-nagyon rövid idő alatt át lehet rá szokni, és az az átszokási idő, amit azzal tölt az ember, hogy megpróbálja megtanulni a táblának a funkcióit, az első nagyobb sorozatnál vissza fog jönni. Tehát akkor, amikor sokat kell retusálni, az a néhány óra az nem fog számítani, felére, negyedére fog csökkenni a munka, amit a képekkel tölt az ember. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Végezetül még annyit engedjetek meg, hogy a portáljainkat a figyelmetekbe ajánljam. A software.hu-n kreatív híreket, illetve nagyon gyakran fotósoknak szóló híreket is találtok. A vacominfo.hu-n információkat fogtok találni a vacom táblákról. A creativecloud.hu-n, hogyha azon gondolkoznátok, hogy átálltok a korábbi Photoshop verziótokról, az új felhő alapú előfizetéses konstrukcióban megkapható Photoshopra, ott kaphatok róla információt, és én pedig köszönöm szépen a figyelmeteket.